Igen, jól látod. A melléknév ragozásról lesz szó. A legtöbb németet tanulót kirázza a hideg, ha csak meghallja ezt, hogy melléknév ragozás. Pedig nem ördöngösség, sőt mondhatnám, hogy nagyon egyszerű megtanulni, megjegyezni a melléknév ragozást. De miért is szoktak megijedni tőle? Hát alapból azért, mert van három melléknév ragozási táblázat. De miért kellene egyszerre mindet nekünk megtanulni? Pont az a lényeg, hogy türelmesen lépésről lépésre tanuljunk meg mindent. Most nézzük meg a gyenge melléknév ragozási táblázatot. Ugye megszokhatta tőlem, hogy úgy tanulunk, hogy valamit csinálunk is közben, barkácsolunk, kivágunk, rajzolunk, most is ezt látod. Elkészítettem ezt a táblázatot. Nézzük csak meg ezt a táblázatot, mitől érdekes? Úgy, hogy van itt benne egy piros sáv, ami kiemelhető ebből a táblázatból. Hogyha te is elkészíted magadnak, akkor rögtön tudatosodni fog, hogy melyik az a piros sáv, melyik az az öt hely, ami kiemelhető, kiemelkedik az egész táblázatból. Hogyha megnézed, akkor ebben a piros sávban, ezen az öt helyen a melléknév elragot fog kapni. Nagyon figyelj arra, a melléknévragozásról beszélünk, tehát a melléknév fog elragot kapni. Ezen kívül pedig a melléknév mindig ilyen ragot kap. Na hát ettől könnyű az egész, hogy neked nem arra kell figyelni most, hogy e vagy ilyen, hanem csak arra kell figyelned, hogy ebbe a keretbe esik-e az a szerkezet, vagy éppen a piros sávba. Természetesen, hogyha a melléknév ragozáshoz jutsz el, akkor már feltételezem, illetve nem feltételezem, hanem tudni kell a főnevet ragozni. Nézzük a konkrét példákat. A nagy házak. El tudod dönteni erről a határozott névelőről magyarul, vagy a, vagy az, hogy ezt a piros sávos táblázatot fogod használni németül hozzá, azaz a gyenge táblázatot. Tehát ez az melléknév előtt álló a vagy az fogja eldönteni, hogy neked ez a piros sávos táblázatra van szükséged. Mit mondtam az előbb? Hogy neked nem kell elkezdeni kiszámolni, hogy most akkor a melléknév a grósz milyen ragot kap, mert hogy többes számban egészen biztos, hogy ilyen ragot fog kapni. Tehát ti großen Häuser. A magas fákat. Megint ránézel, opszi, többes számban van, de hát akkor a melléknév biztos, hogy ilyen ragot kap. Die hohen Bäume. A kis képből, a bólből rag, azt tudod, hogy datív, tehát megint nincs benne abba a kiemelhető részbe, mit fog kapni a melléknév ilyent. Aus, egyébként itt vagyunk, aus dem kleinen Bild. A kis képet, a T a tárgyesetből, te tudod, hogy a piros sávban vagyunk, tehát akkor nincs más variáció, elragot fog kapni a melléknév. Das kleine Bild. A kis kép, megint rögtön tudod, hogy benne vagy a piros sávosban, méghozzá itt vagyunk, das kleine Bild. A fekete macskától, a tolltől az a datív. Tehát kiestél ebből a piros sávból, mit fog kapni a melléknév? Ilyent. Von der schwarzen, itt vagyunk, schwarzen Katze. A fekete macska, ránézek,
Tudom, hogy benne vagyok a piros sávban. Itt vagyok, die schwarze Katze. A mérges kutya, megint ránézek, benne vagyok a piros sávban, der böse Hund. A mérges kutyát hímnemről van szó, ami a tárgyeset már nincs benne a piros sávban. Den bösen Hund. Tehát mi a lényege? Lerövidíted a gondolkodásodat, megnézed, hogy benne van-e ebben a formában a szerkezet, vagy azon kívül van. És azonnal tudod, hogy én vagy elragot fog kapni a melléknév. Ilyen egyszerűen magyarázom el a teljes német nyelvtant, a német nyelvtan térkép segítségével a hozzátartozó videókban. A videó alatt megtalálod a hozzávezető linket.